Elmélkedések a szűzanyáról. Lehet-e Mária nélkül egy szívvel lélekkel imádkozni? A Mária rádiót hallgatva megütötte fülemet, a rádió ökumenikus imája a világ békéért. Az imát szépen mondták közösségben, mégsem tartottam igazán hatékonynak. Miért? Mert a szép fogalmazvány következetesen kihagyta Isten anyjának, a béke királynőjének említését. Tudom, hogy ettől volt ökumenikus, és persze, teszem hozzá, ettől volt kevéssé eredményes. Ha ugyanis maga a Szentlélek Isten az Ave Máriát tartotta alkalmasnak a legeslegharmasabb kegyelem közvetítésére, az ige megtestesülésére, ugyan bizony találhatunk-e szebbet, jobbat, Isten ihlette érdemszerzőbbet és eredményesebbet az üdvözlégnél. Ma békére vágyunk, amikor szerte a világon pusztulás van és ömlik a vér. Nem kellene-e a leghatékonyabb imával, az Ave Máriával fordulni Isten felé irgalomért, pláne a rózsafüzérben? A hőn óhajtott békét mi is, és ma is eredményesebben kérhetjük azzal a béke királynőjével egységben, aki a világra szülte a béke királyát, Jézus Krisztust. Mert vajon eredményesek lehetünk-e, ha nem vele, egy szívvel, lélekkel imádkozva kérjük Istent? Hiszen még maga az egyház is a Máriával való együttes imára született meg a Szentlélek eljövetelével. Márpedig ez a követendő abban a biztos tudatban, amit Dante a Divina Komédiában szépen leírt. Úrnő, te olyan nagy és hatalmas vagy, hogy aki kegyelmet kér, s nem hozzád folyamodik, szárny nélkül akar repülni.